kezdődik a botrány. Duna parti bulvár, megy a szárhegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Kívánok. Szóval jó estét kívánok, köszönjük szépen ezt az ünneplést is, csak úgy, mint azt a számtalan levelet, üdvözletet, jó kívánságot, amelyet a 150. adás alkalmából küldtek. Nagyon-nagyon sok levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a múltkori adásban egy picit talán hosszúra nyúlt a bevezetőm, úgyhogy Bajor Imre! Dávölgyi János! Hernádi Judit! Veremes István! Kern András! Koltai Róbert! Miért voltál kedves mondani, hogy hosszúra nyúlt a bevezetőd, az még a kisebb baj lett volna. De én azt gondolom, hogy a kedves nézőktől illene elnézést kérnünk azért, ami miatt, amiről mi nem tehetünk, hogy tudnélik 22 óra 50-kor egy nagyon szép hirdetés jelent meg, hogy 22 óra 50-kor mindjárt a heti hetes lesz szombaton, és ez már 23:10-kor jött is. Tehát fél órával azután, hogy meghirdették, és hogy? 20 perc volt csak? Éveknek tűnt. Én, úgyhogy aki kibírta, azt elnézést kérünk, aki nem bírta ki, annak volt igaza. Elfogtunk egy levelet. Na. És kaptunk ajándékot. Olvassam a levelet. Tisztelt heti hetes, kedves hölgyeim és uraim! Műsoruk leghűségesebb, leghálásabb nézőinek egyike lévén kérem higgyék el, távol áll tőlem minden sértő szándék, épp ellenkezőleg, ha a mellékelt küldemény ennek ellenére mégis bántaná hiúságukat, eleve bocsánatot kérek. Védelmemre hadd hozzam fel azonban, amit itt látnak, az lényegét tekintve fénykép. A televízióból vettem fel, majd szoftverrel magát az arcképet mindenféle torzító hatásnak tettem ki, a végeredményként kialakuló torzképbe. Várjál! Nem lesz ez olyan rossz. Torzképbe aztán még bele is rajzoltam, közönséges ceruzával, szénnel, tussal, de az alap mégiscsak fénykép. Valamelyest őrzi tehát az önök eredeti vonásait, ugyanakkor tükrözi torzító szerénységem önökről kialakított véleményét is. Egy szóra még visszatérve a műsor, az első pillanattól kezdve lelkes híve vagyok a heti hetesnek, valamennyi szereplője szívemhez nőtt. Ez magyarázza, hogy Havas úr, Váncsa úr is szerepel az általam kipécézettek között, én őket is mérhetetlenül élveztem. Végezetül, hajlott koromra való tekintettel veszem magamnak a bátorságot, hogy mindnyájatokat letegezve további sok sikert kívánjak nektek, nekünk nézőknek meg további kaján műélvezetet, szevasztok, szeretettel, Darvas Iván. Igen. És itt vannak még nekik is átszomítani. És hogy belenéztek, van dedikálás is rajta. De jó. Ez szerintem. Hát nagyon boldog vagyok. Hadd mondjak valamit. Köszönjük szépen. Ez az én elvem. Ha valaki egyben zseni, akkor mindenben az. Most láttam őt a Dollárpapában. Sajnos egyedül ő él már a szereplők közül.
fergeteges benne. Amerikai filmszínészek, komolyan mondom, minden, ahogy megy, az annak jellemereje van. Hát bármi. Hát és ő így szeret minket, és ezt... Jaj, de jó. Ez jó. Istenem. Köszönjük szépen. Boldog. Mi a Gálvölgyivel üzenjük, hogy ez többet ér nekünk minden díjnál. Mire gondolsz? Igen, gondoltunk mi valamire? Andriska kiváló művész lett, gratulálok. Ja, igen. Andriska! Még egyet hadd mondjak, ha már a díjatnál tartunk. Én most megnéztem, hogy kik kaptak. Most látod, Jani, most kaptak azok is, akik nem csak cimborák. Tehát megnéztem, kaptak jobb oldal felé is. És ez most okos. Nagyon okosnak tartom, hogy Szabó Iván, stb. Jó néhányan kaptak. De kicsit gratulálok azért. Hadd mondjam el! Megjelent Szendrő Józsefről egy könyv, és hát döbbenetes, hogy Szendrő József egy fantasztikus színész volt, és 57 vagy 58-es korában halt meg. Ragyogó verseket is írt, már Ivánnál tartunk, aki ragyogó a rajzol, ír. Szendrő verseket írt, van egy sorosa. Azt mondja, kitüntetések alkalmából. Istent értem, a minisztériumot nem. Köszönöm szépen! Inkább megkérdezem, hogy Andriskám, most, hogy kaptad a kiváló művész kitüntetést, most ugye összefoglalólag, mint riporter, megkérdezik, tényleg, miben voltál, de most tényleg én sok mindenben láttalak, amiben elég gyönge voltál, de miben voltál... Miben voltál olyan rossz, hogy már te magad is csak azt tudtad mondani, hogy brrr. Azért néha beleesnek olyanok is, akik megérdemlik, van ilyen. Legkésőbb őszig több tízezer ember kap értesítést arról, hogy mennyi pénzt használt fel az egészségbiztosító által fizetett szolgáltatásokra az idén. A személyes egészségügyi fogyasztói számla segítségével kiderülhet az is, ha valakinek a tajszámával visszaéltek, vagyis olyan szolgáltatás került rá, amit ő nem vett igénybe. Az egyenleg közlő úgy lehetne teljes, ha a befizetett járulékok összegéről személyekre bontva is tájékoztatna, azonban erre nincs lehetőség, mert a járulékokat az APEC munkáltatónként és nem egyénileg gyűjti. Ez egy lélektani hadviselés, nem? Mert ugye, hogyha majd bekerülünk az EU-ba, mindenki egy picikét az elején azért, hogy rosszabbul fogja érezni magát a fizetését illetően, és akkor kap egy összeget, hogy na tessék, ennyi pénzt költött rád az állam, és akkor nyugodt lesz. Azt mondja, mi van azzal, akinek ellopják a tajkártyáját? Tehát mi van veled? De az, hogy azt mondja, ennyit fizettem semmiért, azt mondja, náthás, hogy trüsszögj rám, az itt neki. Én nekem nem, csak fáj a fogam, most is fáj, sajnos. Mert el van, kijön, jön ilyen. A csontból, meg a... Rakki az egészet. Tehát lassan ki kell húzni, de ez nem biztos, hogy ezt kell így elmondani. Azt ismeritek, amikor a szívsebész meghalt? Nincs oda, ja ne, ez egy 100 méteres történet lett volna. Ja? De mi van, amikor a szívsebész? Nem van jó. Előbb hallgassuk meg a szívsebész. Szívsebész meghal, és hát a kollégái azt gondolják, hogy valami stílusos temetést csinálnak neki, és a halottas kocsinak, ahol beteszik a koporsót, oda is szíven formáznak egy ilyen gyönyörű szép szíven. Már jó. Tehát egy ilyen... A szerkezetet fölmintázza, meg gyönyörűen beszél mindenki, és akkor megszólal a zene, és betolják a szívbe tulajdonképpen a szívsebész, igen. És akkor mindenki nagyon-nagyon szomorú, és akkor egy kollega elkezd halálosan röhögni. Azt mondja, te mit röhögsz? Azt mondja, én csak arra gondolok, hogy nekem mi lesz a temetésem, mert én nőgyógyász vagyok. Hagyjam, de képzelj el egy proktológus. Ha fájt nekem a fogam, és egy olyan fogorvosom van nekem, akit én halálosan szeretek, és nagyon bízom benne, akinek nincsen röntgen gépe, és mindig elküld valahova röntgenezni, és onnan kell vinni a röntgent. És ez egy olyan napon volt, amikor nagyon fájt, egy hétfőn, amikor a röntgenes nem működött. És akkor azt mondta az én feleségem, hogy én menjek le a kórházba, ahol ott majd leröntgenezik a te fogadat. Hát ott csak van egy fogröntgen. Bementem, és azt mondtam, a fogászatot keresem.
Azt mondták, második emeletre, fölmentem a második emeletre. Tudom, a főnővét keresem, azt mondta, én vagyok. Mondom, hát itt vagyok én, a feleségem, ugye, mondta, hogy mondta, tessék. Mondom, itt vagyok én, hogy a fogammal, azt hittem, ez el van. Azt mondta, tessék. Mondom, engem Kern Andrásnak hívnak, és szeretném három bizonyos fogamat meglőni, az egyik egy másik ügy, de az egyik nagyon fel. Mondta, igen, tessék. 15 perc múlva jött egy nő, teljesen beköltözve, ápolónőnek költözve, azt mondta, tessék. Mondom, a fogamat szeretném meg. Azt mondta, melyik orvoshoz? Semmilyen orvoshoz, csak a fogamat szeretném megöngölni. Én kifizetem ezt, ez nyilván pénzbe kerül, hogy lehet-e itt fogröntgent csinálni. Azt mondja, lehet, de melyik orvoshoz? Mondtam, én ezt nem tudom magának így elmagyarázni. Én egyáltalán semmelyik orvoshoz, mert nekem van egy saját orvosom, csak a röntgenes nő nem működik, és oda akarom vinni a röntgen, tehát önök röntgenezzék meg az én fogamat pénzért. Azt mondták, ők még ilyen baromságot élnek. De jó. Eltűnt, és tulajdonképpen 13-14 perc múlva visszajött, megröntgenezték, 14 perc alatt lement. Azt mondta, a tajszámát kérem. Én állat meg, mint te a szemüvegedet, most én lenhagytam az autóban a személyi igazolványom, és abban van a tajszám. De mondtam, én ide rendszeresen járok ebben a kórházban. Magának mi az a gép ott? Azt mondta, ez egy elektronikus számítógép. Mondom, hát akkor nézze meg, mert benne van az én tajszámom, mert a röntgennél is, az én... Azt mondta, ő szívesen megnézni, de ez külön van ez a számítógép. Mondom, mitől külön? Azt mondja, az egész kórház rendszerétől, mert ők a fogászat. Fogászaton voltam már itt? Nem. Azt mondja, most miért jött? Mondom, a fogamat szeretném. Melyik orvos? A tajszámomat nézze meg! Azt mondta, ez úgyis 15-20 percig hívódik. Mondom, hát a magán, én ott 4-5 percet, azt erről nem tehet. Én menjek föl addig a röntgenbe, és kérdezzem meg a tajszámomat. Hát mondom, akkor lemertek az autómhoz is. Azt mondta, mindegy, ahova akar, menjen. Elindultam, fölmentem a röntgenbe. A röntgenbe az volt kiírva, ha ég a lámpa, ne kopogjon. 40 percig. Nem kopogtam, fölmentem az EKG-re, ami azt is csinálta. Mondom, maguk az EKG? Azt mondták, igen. Mondom, ismernek engem? Azt mondták, hát így elsőre nem. Mondom, én Kern András vagyok. És én már voltam itt 14-szer, mert állandó szív problémáim vannak, hogy meg tudnák-e mondani az én tajszám. Micsodán? Mondom, a tajszám. Miért? Mert mondom, a fogászaton kell. Azt mondták, menjen vissza a fogászatra, benne van a gépben. Mondom, nem úgy van, mert az külön van a gép. A fogászat külön van? Mondom, igen. Hát azt mondták, jó, akkor bementek, ott is kigyulladt egy lámpa, 10 perc alatt ott meghalt valaki, de kihozták, és azt mondták, E34-54-93-27. Visszamentem, és azt mondtam, itt a tajszámom. És azt mondták, és itt az ön röntgenje. És akkor egy óra után én megnyugodtam, és mondtam, akkor most mit kell csinálni? Adja ide. Azt mondták, menjen ki a 226-os szobába, az egy olyan kis fülke, és ott fizesse ki. Ott ült egy nagyon édes... nagy túlsúlyos lány, aki azt mondta, csak nehogy bemondjon a heti hetesbe. 8 mentős nem hajlandó fizetni, inkább napi 1000 forintjával leüli azt a 30 000 forintos büntetést, amelyet azért szabtak ki rájuk, mert a megkülönböztető jelzés használata nélkül vitték a betegeket a buszsávban. A rendőrség csak a rendeleteket hajtja végre, ezért 12 rendőrautó is számíthat büntetésre. A mentősök hozzátették, hogy odabent legalább kipihenik magukat, a betegeket meg majd elszállítják a taxisok, akik szabadon közlekedhetnek a buszsávban. Én annyit mondok, igazuk van a mentősöknek. Igen. Hát így. Én is láttam valamelyik csatornán velük riportot, én elképesztő baromságnak tartom, nem tudom, hogy ez egy rendelet vagy törvény. Szóval a taxi az miért előbbre való, vagy a 18-as busz, mint egy mentőautó? Ezt nem... Há, mert papír szerint azt mondja a törvény, hogy csak megkülönböztető jelzéssel lehet menni. Semmi, az mehet meg a busz is megkülönböztető, de ők megkülönböztető. Hát ezt valaki barom odaírt, és valaki barom meg be is akarja rajta hajtani. A világon mindenhol úgy, olyan a berendezkedés és a közszellem általában a civilizált világban, hogy a szervezetek, intézmények és maguk az emberek is megpróbálják egymás életét megkönnyíteni, kivéve Magyarországot, hát ez a különbség. Bush amerikai elnök hétfőn az Azori-szigeteken bejelentette, hogy eljött az igazság pillanata.
Ma néztem a Euronews-nak az adását. Nem vicces. És mutatta Bagdadot. Egy tökéletesen üres város, képzelj el. Teljesen üres város. És akkor néha egy ilyen mentőautó elmegy, néha három gyerek átfut egyik házból a másikba. Ilyen képeket láttam. Elképesztő. 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 Nem, mondjuk a maga dolog is tragikus, de az, hogy lehet élni úgy, hogy tudod, hogy jönnek föléd, és esnek a bombák. Elszoktunk tőle, nem? Ilyenkor felértékelődnek a politológusok ilyen vészhelyzetekben. Én sem vicceset mondani. Éjszaka néztem az egyik kereskedelmi adót. Én is kicsit. És azt gondolom, hogy egy ilyen etikai könyvben kellene pár sort írni, mikor vészhelyzet, amikor katasztrófa van a világban, hogy mosolygós arcú riporter nem jó, hogyha működik, és még rosszabb, hogyha a politológusnak minden harmadik mondat után felkatszan a nevetése, mert valamiben igaza van, hát, és közben meg ugye nagyon kemény dolgokat mondanak. Hogyha jól tudom, a valamelyik országban, persze nem tudom pontosan, és nincs itt a tévadar, hogy kijavítson, hogy a követséget megszállták aktivisták, a Magyarország követséget, csak egy kis ideig. Olaszországban volt, nem kell ezt a tévadar, én is elmondom. Nem. Nápolyban, én is előbb vagyok. Mert nem követség volt, hanem tiszteletbeli konszul. Nápolyban. Köszönöm szépen. Történt az eset. Nyilván azért tették. Mi is ott sétáltunk a Mimivel. Hogy ezt nyilván azért tették, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy milyen az, amikor egy országot megszállnak, és én emlékszem arra, és szerintem mindannyian emlékszünk arra, hogy milyen az, amikor egy hadsereg azt a jót próbálja megosztani velünk, amiről megvan ugyan győződve, de a kutyának sem kell. Hát, szóval ez nem olyan... A helyzet, én nem vagyok politológus, hanem egy egyszerű... valaki, aki jövök, megyek a világban itthon, hogy az a skizofrén helyzet áll elő, hogy nem tudom, de hajlok rá, hogy mégiscsak politikailag, vagy a világ rendje szempontjából ezt kell lépni, na. Azt hiszem. Nem vagyok biztos, mert azt hiszem. Ugyanakkor arra gondolok, hogy ott emberek élnek lenn, ahova dobják a bombák, nem tudom, akkor meg azt mondom, hogy ez valami szörnyű. Most egy olyan világban élünk, ahol nem lehet egyértelmű ítéleteket mondani. Tehát nem mondhatom azt, hogy hajrá Fradi, vagy hajrá Dózsa, mert rettenetesen komplikált a helyzet. Ha arra gondolok, hogy ez a berendezkedés fenyeget engem itt, mert elég közel vagyunk, akkor azt mondom, dobják le a bombát. Na, persze. Hát ugye a legfantasztikusabb az lenne, hogyha most ugye csütörtök van, és mire ez adásba kerül, ez az egész beszélgetés kimaradna a műsorban, mert már véget ér. De nem fogom. Nem tudom. Szeretném elmondani, hogy a Bush elnök milyen érdekeset mondott. Én ezen picikét azért elmosolyogtam. Azt mondja, az éberséget narancsszínű kóddal jelzett fokra emelték, amely közvetlenül a piros szín alatt van. És ez nálunk is. Milyen érdekel? A Mekka-kóla után újabb politikailag és vallásilag elkötelezett üdítőital jelent meg a francia piacon. A Muslim App narancsízű szénsavas ital az észak-afrikai bevándorlók által sűrűn lakott negyedekben számíthat sikerre. Az Amerika ellenes termékek közül az elsőt, a Zamzam kólát Iránban a Shah bukása után dobták piacra. Volt ez a történet, vagy nem történt, hogy elmegy egyik kólagyártó cégnek a kombácsia, a Szentpéterhez, hogy nem lehetne bevenni az imába, hogy mindennapi kenyeret helyett mindennapi kólánkat ad meg nekünk. Ma is mondták, hogy nem lehet, ha fizetünk 100 millió dollárt, nem. Szomorúan jön ki a Szent Péter, és az édes Istenem, mit fizetett ezeknek a pék? Volt olyan idő,
Ha visszaemlékeztek, volt olyan idő, amikor nálunk se lehetett ilyen amerikai dolgot, hogy Coca-Cola, ugye nem volt. Viszont volt nálunk, ha visszaemlékeztek, szőke-kóla, meg barna-kóla. Szőke-kóla. Ugye, hogy barna-kóla. Na, ugye. Az MTI jelenti. Magyarországon még az uniós csatlakozás előtt kívánják piacra dobni a politikailag és vallásilag elkötelezett üdítő italokat. A legközelebbi vér és becsület mazsihisz találkozón Hitler-kólát és maceszos traubiszódát szolgálják. A nosztalgiázók Rákosi Bambit, a revizionisták Stalin-orgona ásványvizet kaphatnak szénsavas vagy nem szénsavas változatban. Az ilyen szemtelen alakok meg, mint én, kapnak egy nagy fröccsöt Kádár János. Arra, amit a Janimhoz, hogy mit kaphatnak ezek a pékek, azt ismered, mikor a kóla hajótörés szemben a lakatlan szigeten ül, két múlva a grűn is hajótörés, odaül mellé, azt mondja, nekünk végünk van. Azt mondja, nekünk végünk van, az életben ránk nem találnak, azt mondja, te nyugodj meg, ma van április 8-a, holnap 9-én ránk találnak. Miért? Azt mondja, mert van egy zsidó szervezet, annak én mindig április 9-én szoktam adni pénzt, azok engem itt meg fognak találni. Nagyon népszerű egy amszterdami nyilvánosház szerepjáték szolgáltatása. Bérbe vehető titkárnő, akit egy irodában kell meghódítani, takarítónő, aki porszívózik vagy ablakot pucol. Sok férfi választja a stewardess-t, akit egy imitált repülőgép utasterében kell felcsípni. Az egyik legdrágább szituáció az anya a lányával otthon tévézik helyzet. Itt két nő jár a kuncsaftnak. És olyan egyáltalán nincs, hogy fiúk a tornaterem zuhanyag. Te jó napot, én a Hole anyót keresek. Játszottam egy filmbe a Indul a bakterház címet. Az egy nagyon nagy sikerű film volt, de abban csak játszott azért. Igen, azt nem érem. És nem tudtam megnézni, amikor a bemutató volt, és legközelebb 12 év múlva kiadták videón, meg nagy siker lett, de én nem láttam. És fogalmam nem volt, hogy a Bill nevű, akit a Pista ismer, a Bill Pozalnos nevű Pozalnos, a Kaposvári Színházban mindig mondta, hogy megmondlak a Jutkának, megmondlak. Fogalmam nem volt, hogy Pécsi, Ildi, Szalma, Kazam. Nem tudtam, miről beszél, mert nem láttam a filmet. De azt tudtad, hogy volt Pécsi, Ildi, meg Szalma, Kazam? Nem! Én nem láttam a filmet. De most is. De nem te forgattál benne? A filmgyártásban van olyan, Pista, hogy nem mindig van ott az a szereplő, aki esetleg valahogy más szempontból bekerül. De ha a dugás van általában... De dublőről még nem hallod? Dublőr. Az a lényeg, hogy én végeztem 3:30-kor, és kiderült, hogy még van idejük, hogy vegyük föl a szalmakazza jelenetet, vagy széna. És én meg nem voltam ott, a cipőmet odarakták, befeküdt a Pécsi Ildi, és ott izgett, mozgott a... Poén tényleg nem lesz az. Ez erotikus történet volt, nem poénus. A világ egyik legjobb jelenete úgy kezdődik a 8:30. Minden az elején, hogy a Mastroianni azt mondja a szeretőjének, a Sandra Milónak, hogy és akkor most gyere be, csinálj úgy, mintha véletlenül jöttél volna be az ajtón. Nem emlékeztek rá? Nem emlékeznék, a Fellini nevű kollégád rendezte. Azóta is ilyen dublőrökkel dolgoztad? Reklám következik, utána pedig folytatjuk, igen. Duma, parti, bulvár, egy kosszár, hegyek, ez a heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Mutogatnak bennünket, nézem mindig a pofánkat. És most értem, a sajátomat láttam, meg a tiédet. Nagyon ronda fiatal emberek voltunk, és kezdünk javulni. Hála Isten!
Kerényi Imre egy vasi közönségtalálkozón bejelentette, hogy nem pályázik a Madách Színház igazgatói. Álljuk meg. Milyen közönséggel találkozott Vas megyében Kerényi Imre, mikor ott nem is tájol a Madách Színház? Na jó, menjünk tovább. Utána már nem szólok, mert jóban vagyok vele. Hogy nem pályázik. Valami olyan jókat írt a Magyar Nemzetben, én rólam is írt. Tényleg? És jókat írt rólam, azóta a fal mellett járok. Ez a ősi magyar átok, dicsérjem meg téged, Kerényi Imre. De nem baj, mert azt mondja, hogy neki is kellemetlensége volt a jobb oldalon abból, hogy nem írt rosszat rólam. Na, most végül is rosszat írt, vagy? Jót írt, de abból neki volt kellemetlensége. Ez barátai. Mit hozott ki róla? Hát, hogy én csak úgy, meg amúgy, de tulajdonképpen nem is. Értjük. Kerényi Imre egy vasi közönség találkozón bejelentette, hogy nem pályázik a Madách Színház igazgatói posztjára, mivel úgysem nyerhetné el újra a direktori posztot, amit egyébként sem lehet kirekesztettként betölteni. A szombathelyi Premontrei gimnázium hallgatóságát megkérte, hogy értesítsék, ha valahol szükség van egy művelt portásra. Na most nálunk, kín, ahol én lakom... Szeretnéd? De, hogy nem képzeled, hogy az én portásom a Gálvölgyi igazgatója, olyan viccelj már. Hogy néz neki? Te azt is, nem haragudj, csak a portásra hagyj reflektáljak egy, csak egy mondatban. Azt is fejtek, hogy maga itt portás és éjszaka alszik. Szóval mondja meg őszintén, mit mondtak volna magának a katonaságnál, hogy mit éjjel például őrség belaludt. Azt mondja, konkrétan azt mondták, hogy elpillettünk, tábornok úr. Nem, a Viszének volt egy portás, Vidám színpadnak volt egy portása, híres, Steinberger Edének hívták, és az volt az, hogy mit jelent portásnak lenni. Több portás volt ő, meg egy másik, és akkor a Kellér Dezső betelefonált, azt mondta, tessék, Vidám színpad, mondta Steinberger, de azt mondta, hogy Józsikám, maga az? Azt mondja, mondja Kellér úr, volt már rá példa, hogy én összetévesztettem magát a Darva Szilárddal? Igen, te egy nagy mondás volt, amikor Róna Tibor azt mondta, hogy Ede úr, magát nagyon szeretik ezt. Nagy kulust engem szeretni? Azt mondta, hogy Ede úr, azt mondja, az igazgató fönn van, azt mondja, most mondja, hogy fönn van. De nem apámhoz oda ment egyszer, és azt mondta, Berebeskám, úgy hívta, Berebeskám, megyek az utcán, megy előttem, két jó csöcs, egy jó valag, egy jó p***ja az egész, hát nem a kedves nacsos azt Kaposváron volt egy portás bácsi, elég rövid ideig, úgy hívták, hogy Bartos bácsi. Halló, színház? Nem, itt Bartos bácsi. Jó estét, Bartos bácsi. Viszontlátás! Medgyesi Péter az MTI-nek elmondta, hogy nem tett le arról a szándékáról, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződést az előző három kormányfő, Boros Péter, Horn Gyula és Orbán Viktor jelenlétében írja alá Athénban. Jó, rendben van. Engem nem hívtak, a többi meg nem érdekel. Ez fontos hír, én ezt fontosnak tartom. Ez egy nagyon fontos gesztus. Ezt úgy gondolom, hogy ezt valaki visszautasítja, akkor nem lehet azt mondani, hogy itt egységet akar mind a két oldal. Tehát ez, és mondott egy mondatot a Medgyesi, mert mindig tényleg hát nem a szónokok kincse, de azt mondta, én nem azért teszek gesztusokat, mert cserébe várnék valamit, hiszen az naivitás volna tőlem. Azt gondolom, hogy gesztusokat azért kell tenni, mert az embernek arra van készítetése. Egyébként ez nem gesztus, hanem ebben valóban a másik kettőnek is még élő, ugye háromnak, mert azért Antal József is ide tartozik. Igen, és része van benne. És ez így helyes. Ez így helyes. Egy kispados vagyok, a Teddy helyén ülök. Nem, a kispados esetleg bemegy és focizik. Azt akartam, nem mindig, ezt elmondhatom, hát igen. Meg se szólaltam. Mondd el! Így nem lehet, ilyen lelki terror alatt. NB1-es foci meccs, 50-es, 60-as évek. Na ez az István igen, az évekkel mindig figyelj. Bajom. És volt egy örökös tartalék a kispadon a Csepelben, mondjuk Matuska.
Szilveszter? Nem, nyári meccs volt. És ez egy olyan játékos volt, aki fixre tudta, hogy ő nem kerülhet be a csapatba, mert a kettőbe se tették be, mert az bajnokságért játszott a Tarcsiba. Az volt a biztos, ha ő ott ült a kispadon, és nem is kellett befűzni a cipőjét. Mert nem fordulhatott elő, hogy őt beküldik. És egyszer mindenki megsérült. És akkor az 90. perc, 2-2-re állt a meccs, és ott üldögélt a Matuska, tudta, hogy úgyse küldik be. Üldögél. Mindenki megsérült, és akkor mondta az edző, hogy melegíts. Aztán ne is melegíts, mert már bíró az óráját nézte, és 2-2 volt az állás. És hát úgy, ahogy volt, berohant. Nem is nézte, hogy van-e rajta cipő, de ezt beszaladt. És mit tesz Isten a félpályánál, tőle nem is kellett vigyázni, a félpályánál elé vánszorgott a labda. És teljesen meggyőződés nélkül úgy belerúgott egyet. Na most a labdával azt történt, hogy elindult a kapu felé, de ugyanabban a pillanatban a cipője az kicsit más irányba fölfele repült, és az Ilku egy csodálatos Robinsonáddal átdobta magát az ellenkező sarokba, repült a levegőbe. És a cipőt elkapta. A poént lövött csak le éppen könnyed mozdulattal. Nem, az a lényege... Az is lesz. ...hogy a labda az körülbelül ilyen sebességgel... Ez a gólvonal. És így ezzel nem volt már idő középkezdésre. Tehát magyarul a kispados is lőhetné a gólt. Nem meséltem nektek, hogy Ifjúsági Színházban a páncélvonat az 50-es években. A páncélvonat az arról szólt, hogy a Rozsos Pista az a kis kínai, aki fölrobbantja a páncélvonatot. És felépítettek olyan díszletet, ami plasztikus volt, perspektívikus, és tényleg a nézőtérről egy villanyvonat jött, és az fölrobbant, és olyan, mintha távlatból valóban lehetne látni. Úgy volt világítva, Isten ilyen volt megcsinálva, és az volt, hogy kirohan a Rozsos, hogy fölrobbantja a páncélvonatot, hogy valami jelenet van, fölrobban a páncél, és ő visszajön véresen és meghal. És ez a páncél úgy volt, hogy egy díszítő befeküdt a díszletbe, és amikor jött a vonat, akkor megnyomott ezt-azt, és így földobta kézzel a kis villanyvonatokat, hogy robbanjanak. De a nyár volt, és hát elaludt. Elaludt, és amikor a pirotechnika elindult, akkor ami a kezé ügyébe akadt ott, azt elkezdte földobálni, ezért azon az előadáson a távolban ilyen NDK szandálok robbantak. És utána a Rozsos bejött véresen, és összepisálta magát a rövőt. Egy 1998-as országgyűlési határozatra hivatkozva engedélyezte saját hatáskörében a kormány, hogy amerikai és angol kérésre átrepüljenek légterünkön az Irak elleni támadást előkészítő repülőgépek. A Fidesz nem vett részt a négypárti egyeztetésen, mert, mint ahogy Áder János elmondta, a meghívás rossz időben érkezett, és az őt felhívó Kovács László titkárától nem kapott olyan számot, amelyen elérhette volna a külügyminisztert. Ez a kisebbik baj. Már hogy nem tudta felhívni? Hát, hogy Áder János nem volt ott ezen a egyeztetésen. Attól még a repülőgépen, azt mondja, hogy az amerikai pilóta. Gyerekek, Áder ott volt a egyeztetés, azt nem azt mondja, hogy gyerekek visszafordulni. Hát ilyen baromságot el tudjátok képzelni, hogyha az Áder János beszélni akar a Kovács Lászlóval, hogy akkor nem kapja meg a számát. De én, bocsánat, ezt akartam kérdezni, hogy ez reális? Csak úgy tényleg, mint hülye kérdezem. Hát, hogy hülyének néznek téged, és ezt mondják, de akkor reális. Mert én voltam riporter elég sokat, és diliből megpróbáltam a Kovács életemben, 30 méteren belül, vagy 30 kilométeren belül, után nem voltunk, nem ismerem ő, és megpróbáltam megszerezni a mobil számát, és azt hiszem 5 percbe kent el. Hát, mert akar. Ez az ő mobil száma, nézd csak. Fölhívjuk. Én tőlem... Ja, tessék, ez lenne egy show elem. És innen hívjuk föl. Abban a pillanatban meg lehet találni, akkor... Én... Nem, nincs egy mobil, hogy hívjuk tessék. Föl. Tessék. Hát, ha van. Nekem van. Majd hoznak egyet. És mondd meg a Kovácsra, hogy ő fizeti a hívát. Na, nem. Ott van az Ivinek van. Nekem van, de hát... Na, odaadjuk a számot. Annyit fizetek. Várjál, és... az nem jó, mert a Kovács meglátja, hogy ki van írva, Bajor nem veszi föl. De nincs írva.
miért nincs, ne ki, nincs kiírva, Bajori le van tírva, nincs kiírva. Lehet, hogy a Bajor külügyminiszterre beszél. Kezdjél német. De ne nyom mellé, az a baj, nem tud kihangosítani. Lehet, hogy az egész más lesz. Nem tudja kihangosítani. Azért elég, igen, nézzünk meg az baj. Nem baj, de azt elhiszik. Hát elmeséletünk. Elmeséljük. Nézzünk meg benne. Jó, aki azt, akar, azt hiszi, hogy mi hazudunk, az úgyis akkor csak kihangosítják, azt mondja, hogy a Gálvölgyi utánozta előtte. Nem, csak érdekes. Kérdezd meg, hogy ki az jó, mert ez... De valaki más beszéljen, mert én nem akarom itt... Mert... Jáksó. Mert mi nagyon jóban vagyunk. Tényleg a Jáksó beszéljen, már volt, te szerezted meg a számot különben is. Gyorsan! Tessék! Tedd a fülethez! Jaj! Mondd meg, hogy az én telefonom, hogy a légy adja vissza. Amilyen pehjem van, Amerikában Halló? Lesz vagy. Halló, jó estét kívánok, Jáksó László vagyok. Én Kovács László külügyminiszter urat. Jó estét kívánok, elnézést kérek a zavarásért. A műsor kellős közepéből hívom önt a heti hetes felvételéről, és összesen csak ellenőrizni szerettük volna, hogy ez-e az ön száma, természetesen nem adjuk ki. És nem is akarom tovább zavarni. Csak, hogy az áder nem talál. De akkor átadom a Verebes Pistát, mert beszélni szeretném. Tiszteletem, az a helyzet, hogy azért, szervusz, üdvözlök, azért telefonálunk, mert az áder nem kapta meg a te telefonszámodat, ez van a hírben, és mi szeretnénk bebizonyítani, hogy meg lehet szerezni a... De a Jáksó szerezte meg. Tedd oda. Pillanat, oda teszem a mikrofont, jó? Hol van? Itt van. Alul szokott, te hidd nekem. Hát én a fülemmel fölül hallgatom, akkor miért tenném alul? Igazad, ne hidd nekem, ott van. Igen, tessék parancsolj. Ma reggel például fölhívott egy pécsi rádió, egy regionális egyirát. Nem jegyeztem meg a nevét, soha nem is hallottam a rádió nevét. És a hölgy bemutatkozott, és kérte, hogy tudnék-e neki egy pár perces interjút adni a iraki katonai akcióból. Mondtam, hogy ha egy 5 perc múlva fölhív, akkor igen, mert akkor éppen egy másik telefonon beszéltem, és éppen indultam már be a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésére, 5 perc múlva fölhívott. Meg se kérdeztem, hogy honnan szereztem a telefonszámomat. Annyi újságíró tudja, és annyira tudják, hogy ők teljesen mindegy, hogy most 2000-en vagy 2001-en. Jó. Egyébként az amerikai gépek nem fordultak vissza amiatt, mert az áder nem volt ott az ülésen. Jó. Nem zavartunk meg? Fordultak volna. Ha ilyen egyszerű lenne egy katonai akció leállítása, akkor azt mondom, hogy Áder János sose vegyen részt az ülésen. Mondd, hogy hallgassa ezt! Hallgassa ezt! Ez a taps neked szólt. Jó egészséget kívánunk, szervusz, üdvözlök. Na most szerezd meg az Áder telefonját. Na azt nem lehet megkapni. De 5 perc alatt, mert vele is akarok beszélni. Hát szerintem a kiegyensúlyozott... Nem? Hallgattassék meg a másik fél is. Az... Oroszországig. Ne! Tudod, kitől lehetne az Áder számát megkapni? Tőlem. Szalai Anna Máriától. Hívd fel Szalai Anna Máriától. De nem tudja, hogy ki az. Nem tudod? De igen, mert amikor én kiváló művész lettem, akkor az első távirat, ami érkezett, az az volt. Sok szeretettel gratulál Szalai Anna Máriától. Gratulál. Kösz vagyok. Ez így kell. Ezt úgyis benne, hogy ezt imádják a legjobb. Hagyjad ezt ki. Valami, mondj mást. Kanas városában egy 41 éves férfi utolsó pénzén vásárolt egy üveg vodkát, amelyet az üzletből kilépve elejtett. A veszteségtől sokkot kapott, és elvesztette az eszméletét. Hát, nincs hiszem. Szerv is hiszem. Azt el is hiszem. Utolsó pénzén becsapni. Nem lehet a szervezetet. Elájult. Annyira tudtam, hogy ti ketten hát az elállt. Én meg is haltam, megállt volna a szív. Drága, aranyos kollégám, egyszer 10 órakor bejött egy helyre, mentünk el fellépni vidékre. Bejött, és azt mondta, nagyon szépen kérlek, délig kell bedobni. X-ed már be ezt a kurva totószelvényt valahogy. És mondom neki,
De még olyan meg, tényleg már sértve éreztem magam, ne haragudj, mert erre használsz engem, reggel 10 órak, hogy x-eljen be a totósz. Szóval nem azért kérek, mert azért, mert nem ittam semmit, és az egész szervény ugyanúgy volt, mint melyik. És már a 10-nél megúrtam, mert sokba került, tudod? Tehát olyan kicsit nem lehet beixelni, ugye, előtte. De ez a... Bajon nagy mondás volt, volt ez a bizonyos bongóadása, nekem elragadt a bokám, de előtte együtt öltöztünk a Bajorral, és mondom, te mondom, imén most 4 napja kennek is, én nem iszom, én egyáltalán, abba hagyom az alkoholt, nem iszom egyáltalán. Szervezetet nem lehet adni. És elszakadt, adás közben elszakadt a bokám, és akkor egy kollégám, a mikrofista levitt a kocsit, vitt a hátán, de addigra a Bajor már utána nézett, hogy mit lehetett inni, és utána mászott még az utcára, azt mondta, Jani, mi van? A szervezetet nem lehet! A kórházban tért csak magához, ahol már a nevére és a lakcímére sem emlékezett. Ez egy orosz színes hír, gyerekek. Hát olyan ritkán kapok Szibériából színeseket. Hát ez... ez a hír utolsó mondata volt. Nézd, de már azóta de most te... Ezt tényleg beszéljük meg. Szóval mit csinálsz így közben, miközben mi jól érezzük magunkat? Hát ő nem érzi jót magát. Hát gondolt, hogy hát ha valakinek van egy jó mondat, hogy amnéziát kapott. Ez hát, egy humoros szó, amnézia. Amnéziát. Jobb a karalábé, sokkal jobb. Hagyjuk le ezt az utolsó mondatot, és megyünk egy újabb hírre. Oké. Okay. Egy felmérés szerint szeretkezés közben a nők 2/3 más valakire gondol, a férfiak 1/3 pedig bosszankodik. Egyébként ez így, tényleg így van. Mit bosszankodik? Hát olyan nagyon, nagyon. Azon, hogy a nő másra gondol. De, hogy például szeretkezés, szóval honnan lehet rájönni? Például azt mondja, a szerelmed azt, hogy a szeretkezés közben azt mondja, azt mondja, te milyen vagy, te Ford. És akkor úgy gondolja az ember, hogy hát biztos szeretne egy kocsit, nem, hogy akar egy Fordot. És akkor fogsz gyanúba, amikor azt mondja, hogy Harrison Ford. Szóval akkor már az nem biztos, hogy te vagy. Te? Vagy te belőled az Isten. Ugye? Mert van itt egy jelenet. Hallgass meg, hogy ugye? Ez hogy hangzik? Igen. Tehát a nő mindig másra gondol, a férfi mindig bosszankod. Igen. Igen. Bosszankod. Richard Gere, Pierce Brosnan. A jó Isten verje meg. Tessék? Nem, nem szóltam. De hogy mi van a jó Istennel? Hogy jó, hogy isteni, hogy bocs. Aha. Harrison Ford, bár az már öreg. De hát ennél még az is jobb. Hogy? Jobb? Ja, semmi. Csak ott balra. Nem azt mondtad, hogy jobb? Nem, hogy bal. Balra. Gera Zoltán. Miriuka. Csang. Miriuca. Kurva életbe, hogy megint benfelejtettem a laptopomat az irodában. Irodában? Úgy van. Sanyi! Milyen Sanyi? Én nem vagyok Sanyi. Nem is rólad beszéltem. Az Isten verje meg, ez csak fekszik, mint egy deszka. Miért nem mozog? Lélegzik ez még egyáltalán? Pongo! Inkább a pongó, vagy legalább a kis mocsó. Milyen mocsó? Semmi. Mocsok jó. Ja. Az istenit, hogy holnap megint 8-ra kell mennem. Hát ki tud így fölkelni? Föl akarsz kelni? Dehogy szívem. Csak így tartom magam formában. Tornázom. Fölkelni. Jó. Tornászok. Tornászok, Csollány Szilveszter. Na jó, legyen a mésző, Kálmán. Tessé? Semmi. Kálmán Imre, Kós János, Petőfi Sándor, Vörös Marti Mihály. Csak ne te! Te! Jó volt neked? Nagyon. És neked? Halálosan. Mindig is veled akarta, Mimi. Milyen Imi? Hát veled, Bajor Imi.
Te itt van. Akkor most... Ugye, mit mondtunk, hogy megpróbáljuk Áder János számát, mobil számát megszerezni. És? Ez is beletelt 5 percbe. Úgyhogy a telefont elkérhetem én. Az enyémet? Aha. Szeretek erről telefonálni. Kézzet írja, hogy bajon, és eldobja. Majd azért 4 év múlva esetleg, ha változnak a viszonyok, jegyezzétek meg, hogy én... Az én telefonomról hívtuk az Ádert. Ne törölj ki belőle. Majd ő megjegyzi. Üsd be a számát. Mit lehet tudni? Lehet, hogy 2006-ban jól jön. Na, hogy az és Isten? Akkor a Kovács Lászlót meg kitörlöd. Jaj. Na. Mellé ne nyújjál. Nem akarok mellé nyújni. Hú, de izgalmas. Csörög. Búg. Nincsenek ott, ha moziba vannak, Chicago. Teszi fel! Ez, hogy hallszak? Mi történt? Ha elkezdte bemondani a mobilszámot így adásba bele... Várjatok, nem tudom letenni. Üzenet rögzítő, és ez a halálom. Azt meg is kiírta a számomat. Elképzelhető, hogy... Én most bekapcsolva hagyom, mert az én számomat úgyis kiírják. Jó? És hát, ha visszahívnak. Az eljáros vagyok. Tényleg. Lesz. Elképzelhető, hogy per indul a Pál utcai fiúk olasz filmváltozata miatt, mivel esti főműsoridős úgynevezett családi film lesz, ezért a felnőtt figurák életét egy kicsit tovább gondolták. Nemecsek anyukája szeretőt tart, és a grundot őrző Janó szerelmi élete is kibontakozik a történetben. De annak férfi van. Nem, az ácsverő meg a boka, azok jöttek. Fatelepen játszódik, és hogy legyen benne fák. Igen, ott sok fák. Nem, hát ez kifejezett szemtelenség. Mérhetetlen hát szemtelenség. Az... Olyan, mintha mi megcsinálnak a Twist Olivért, és azt átformálnánk. Szóval Pál utcai fiúk, az a Pál utcai fiúk, nem is értem. Én azt nem értem, hát ugye, amikor eladnak egy jogot, vagy valamit, hát akkor azért visszakérnek egy forgatókönyvet, hogy tehát nem tudom, mire adták el ezt a jogot? Azt nem tudom, mert például az Ádám, Horváth Ádám, aki ugye jogörökös, az egyik jogörökös, az rettentő rigorózus, hogy kinek ad jogot, és kinek azért nem. Itt valami hülyeség történhet. Ne haragudj, azért mindegy, ha Pál utcai fiúkat nem lehet átírni, meg nem tudom, a Shakespeare-t kivédi. Mert én például láttam egy-két... Hát ott az a 400 év, ez egy olyan rossz dolog, a jobb. Igen, de azzal is például a Shakespeare-nek semmi baja nem lesz attól egyébként. De nem minden átirat. Nem, én például láttam. Pál utcai fiúkat nem. Jó, nem is mondom, hogy átlet. A Pál utcai fiúkat nem lehet, de én például láttam a Hófehérke és a Hét Törpe pornó rajzfilm változatát. Ilyen jó volt. Ilyen. Amikor Hófehérke ultra hangom van, azt mondom, hogy ikrei lesznek. Ikrek hány? 8. Jó, azt mondja, a kuka megél lepetázza. Ben voltam egy videótékában, és van egy Hamlet pornófilm, és úgy ez a rossz, csak nincs pofám. Azt mondja, úgy szeretném a nagy monológot megnézni, tudod, hogy nyalni vagy nem nyalni, vagy hát, hogy... '84 esztendővel feladása után ért célba egy levelezőlap Bécsben, és ez alatt 50 kilométer távolságot tett meg. A címzett a rég elhunyt Rudolf Neuhauser, a feladó pedig Károly császár és Zita császárné Franz József nevű szolgája volt, aki az 1919. március 23-ai levelében arról számolt be, hogy a fenségeket másnap ki kell kísérnie a pályaudvarra. Igen, és azt írják még itt a hírben, hogy ez olyan régi és olyan nehezen ért oda, hogy a Guinness rekordra is számíthat, de én megtaláltam még egy régen. Mi elfogtuk egy még régebbi levelet. Ezt az álmos vezér írta, ez is most ért oda, 894-ből van, tehát a honfoglalás előttről, 2 évvel. Azt mondja, Álmos Sándornénak, 1247, Etelköz 17, 2. emelet 9.
Drága Mari, Előd, Ont, Kond, gyerekek és mindenki, Eszmeralda néni és család. Na hát, ide el kell jönnötök. A vereckei szorosból írunk. Árpi, a fiam, isten ilyen érzi magát, süt a nap, hét ágra, van itt egy Kárpát-medence nevű hely, Árpádot alig lehet kihúzni, onnan feszített víztükör. Fák, virágok, fény, a Duna két partján lehetőség fővárosra, Buda és Pest. A Lágymányosi hídnál gyönyörű színház, nemzeti. Voltunk benne, bánk-bán, Árpád unta egy kicsit, szerintem pedig jó volt, rendezte Vidnyánszky Attila. Még le is telepedhetnénk, ha a besenyők nagyon jönnek. Árpád rettenetesen nyúz valami Reebok cipőért, itt nincs, csak 34-es, neki meg már akkora a lába, mint egy lónak. Hát hiába lovas nemzet vagyunk, vagy mi. Lehet, hogy elmegyünk Szolnokra, ott van valami Tisza cipőgyár, meglátom. Egyelőre élvezzük a hont, Árpád azt mondja, majd ő elfoglalja. Gyönyörű, na! Én mennék tovább Frankhomba, de Árpi ebbe van beleesve, most mit csinálja? Ondot, Kondot, Tast, Hubát, Töhötömöt és az összes vezért csókolom. 7-e jövünk a Malév 2-10-es járattal. Gyertek jelénk 14:30-kor, Csók, Magorországból álmos vezér. Egy évek óta pollenallergiával küszködő berlini prostituált parlagfűben szabta meg tavaszi tarifáját. 5 kg parlagfűért 10 percig lehet vele hancúrozni, de egy éjszakát is vele tölthet az, aki egy mázsa parlagfűvet gyűjt össze. Nem jön össze. Ugye Andriskám, nekünk ez nem tud össze. Azért nem tud össze, mert még viszem a parlagfűvet, akkorán a föld akad a fejem, hogy már semmit nem tudok csinálni. De most mondd meg őszintén, aki egyáltalán ennyit összegyűjtenek, miért van kedve egész ilyen hancúrozni? Az egyébként isteni, amikor szeretkezés közben tüsszent a nő. Hát persze, ez a kaméliás hölgy effektus. Annak is ugye azért volt nagy sikere, szegény, mármint nem a darabnak, hanem a hölgynek, ugye, aki tüdőbajba szenvedett. Kiköhögte. Köhögött közben. Muci, hát amit te, már te játszottad lehet, ezt, játszottad. Én megmondom őszintén, ahogy én emlékszem a múltamból, én ezt köhögés nélkül jobban szerettem. Nem rossz az, úgy hidd el. Három cowboy ül a kocsmában, 20, egy 40 és egy 60 éves. És azt mondja, 20 éves rácsap a így a lábára, és fogyja, rögtön erekciója lesz egyből. Körben néz, így csinál. Fogy. Aztán 40 éves, akkor én is. Nagy lassan feláll neki. Mit csinál? Ő is. Önnek 60 éves elkezdik, fél óráig veri. Nagy nehezen fél óra után föláll neki. Azt mondja, és hogyha valaki csettinteni, mert az kellett. Olaszországban ezentúl váló oknak ismerik el az erőszakos anyóst. A legfelsőbb bíróság... Azt szólok. Állnak az állatkertben a vejveg, az anyós azt mondja a vízilónál, látja, anyuka, hogy mekkora pofája van, azt mégsem beszél. Ez a tiéd. Én azért nem szeretek anyós viccet mondani, mert nekem 4 házasságom volt, és mind a 4-ben fantasztikus 4 anyósom volt. Ilyet még az... Őket kellett volna elvenned. Egyik anyósom tündérib volt a másiknál. Csak mostani is, egy bűbár. Ja. Vádlott, mivel, is. Mivel indokolja, hogy hasba lőtte az anyósát? Aláhordott a puskám. Hát jó, hát akkor mi kérünk elnézést. Olaszországban ezentúl váló... És ragaszkodik ez a rohadt hírre. Nézzük a 20-at. Ezekért kapsz külön lét, hogy... Hogyne. Így forszírozod? Ugye? Igen. Na. Olaszországban ezentúl váló oknak ismerik el az erőszakos anyóst. A legfelsőbb bíróság ugyanis helyt adott egy... Közeledik a húsvét, nem lesz? Ne! Én beszarok, én annyira utálom a viszont. Jó, hát csak vicceltem, csak eszembe jutott. Valami régi történet. Úgy tud, hogy ez nagyon fáj nektek. Nem akartam. Ennyire meg. Én nem sikított. Azt nem tudod. A viszont napomban megy a székely paraszt kutyával.
kutyával, a ló egyszer csak üti a lovat a székelyben, vagy a ló hátrafordul, azt mondja, miért ütsz engem? Hát én egy érző lény vagyok. És mint az őrült, elkezd rohanni kutya utána, halál ilyetten, 2 kilométert futnak, lihegnek kutyának, kilóg a nyelve. Azt mondja, székelyben, hát ez borzasztó, azt mondja, kutya, én engem is. Annyira megjegytem, amikor a ló megszólal. Olaszországban ezentúl vállóknak ismerik el az erőszakos anyós. Ez a Máriája, ez az olasz válló. Annyira megijedtem, amikor a ló megszólalt. Én is annyira megijedtem, amikor ez a ló megszólalt. Olaszországban ezentúl vállóknak ismerik el az erőszakos anyóst. A legfelsőbb bíróság ugyanis... 40 perce nem volt nálam pincér, majd megőrülök. Tudom mi. Megőrült itt mindenki, legalább kérdezzék meg, hogy kérünk-e valamit. Akkor vagy. Meg fizessünk és menjünk. De ezt még egyszer mondd el, hogy annyira megértem, hogy a ló megszólal. Ez nekem annyira. Nagyon. Na, ez az olasz izében mi van? Igen, mert hogy olasz... Jut eszembe, Olaszország. Nem jobb, hogy Demszky Gábor szerda délben. Nem akarnak inni semmit. Olaszországban ezentúl vállóknak ismerik el az erőszakos anyóst. A legfelső... Hát neki csupa jó anyós, ha gyerekek, Jucinak leesett a lába, úgy, ahogy... Hát már mondtad ezt az anyósos, nem erre mondtad, hogy milyen jó anyós. Mondok valamit, a legegyszerűbb, ha mindannyian elkezdünk kurvára rosszalkodni, és akkor a Jáksó valami instrukció. Anyósos nem volt még? Melyik? Egy másik anyós? Volt még egy anyós. De látnák a szerkesztőket, így ül. Így kell csinálni, kész. Olaszország. Már van szalva. Ő elkezd rögtön a vége. Olaszországban ezentúl vállóknak ismerik el. Érdekel, hogy mi volt Olaszországban. Demszky Gábor szerda délben a Moszkva. Nagybátyámat tegnap fölhívta a telefonon. Olaszországban. Hívjuk fel az Áder János. Én előre köszöntöm a húsvétot. Budapest 19, Fejvári Zsolta 4, nem, 89-95, mi van? Robi, legalább most mondj valamit! Az e-mail cím, hetihetes@rtlklub.hu. A weboldal www.rtlklub.hu. Találkozunk egy hét múlva. Nézzenek, viszontlátásra.